De az mégis azt jelenti, hogy a presbiterek zöme úgy gondolja, hogy annyira azért nem fontos a képzés, hogy minden áron arra el kell menni. És ezért az előadás elején először is három kifogásról szeretnék beszélni, amelyeket hallottam az elmúlt 10 év alatt, amióta felnőtt képzéssel, presbiter képzéssel foglalkozom. Miket hallottam nem csak presbiterektől, hanem lelkészektől is. Az egyik kifogás így hangzik, úgyis a lelkész csinál mindent. Amiért kell presbiter képzés? Hát minden úgy legyen, ahogy a lelkész akarja, mert úgyis ő végzi a munkát. És ezt nem csak presbiterektől hallottam, ezt nem egyszer lelkészektől is hallottam. Mert minek presbiter képzés, ha úgy is én csinálom a dolgokat. Akkor én tudom a legjobban, hogy hogy akarom a gyülekezetet. És ugye ez a valóság? Nem egy helyen a lelkész működteti a gyülekezetet. A feleségével és a gyermekeivel. Ugye a felesége tartja a hitont, vagy a gyermekisten tiszteletet, a legidősebb fia játszik az orgonán, a középső fiú rendbe tartja a kertet, és így tovább, és így tovább. Viszont a Biblia nem így beszél a gyülekezeti életről. Az Efézus 4-ben érdemes megnézni Pál apostol elképzelését a gyülekezeti életről. Pál apostol arról ír, hogy a működő gyülekezetben mindenki hozzáteszi a magáét a gyülekezeti élethez, hogy a gyülekezet tudjon épülni szeretetben. És ugye a kulcsó itt a szeretet. Milyen kapcsolat az, ahol az egyik mindig ad, a másik mindig csak fogad? Hát a kutya és a gazdi között van ilyen kapcsolat. De még az se teljesen igaz. Mert az ember mi mindent kap még egy kutyától is. Milyen kapcsolat az, ahol az egyik mindig elvárja, hogy kiszolgálják őt, a másik meg ugye belefáradt abba, hogy adjon, adjon, adjon. Vannak ilyen házasságok. Már láttam egy-két ilyet. Nem nagyon példás egy ilyen kapcsolat. Hát a gyülekezet sem működik így. Ha a gyülekezet nem kész arra, hogy valamit adjon a közösbe, ha a gyülekezeti tagok nem készek arra, hogy akár áldozatot is hozzanak, akkor nem fognak növekedni a szeretetben. És akkor akár mennyit dolgozik a lelkész a gyülekezetben vagy a gyülekezetten, nem lesz sok áldás rajta. Mert ugye Isten odaadja az áldását, ahol az emberek igyekeznek az ő akaratának megfelelően megtenni a dolgukat. Ezért ugye az alap, a presbiter képzés alapja az, hogy először meg kell érteni a biblikus gyülekezeti modellt. Második kifogás, amit nem egyszer hallottam. Nem kell képzés, nem kell külső segítség, mert mi tudjuk a legjobban, hogy nálunk hogyan működnek a dolgok. Tudok olyan gyülekezetről is, ahol még a presbiterek is így viszonyulnak a lelkészhez. Hogy a lelkész, hogy jött-ment, jött is, majd megy is. Hát ő nem is tudja, hogy kinek a kicsodája a hentes. Hát azt viszont tudni kell. Hát a lelkész nem is tudja, hogy balkezes embert nem szabad meghívni Isten tiszteletre. Mert ugye a balkezesék arra utal, hogy az ördög keze van benne abban a családban. Hát ez a jött-ment lelkész mit tud? Más helyeken meg ugye egymásra talál a lelkész a presbitériummal. Mi majd közösen megcsináljuk a dolgokat úgy, hogy nekünk jó. Hát az esperes abban ne szóljon bele. Még a szomszéd lelkés se szóljon bele. Hát akkor ez a holomból jött ment, meg egyáltalán nem. Hát majd mi tudjuk a legjobban, hogy nálunk hogyan működik a gyülekezet. Már hallottam egy gondnoktól, aki most már nem az,
Mi gyülekezetünk autonóm. Ha még latinul is tudod, ezek szerint. Mi azt jelenti, hogy független. De testvéreim, egyetlen református gyülekezet sem független. Ugye a gyülekezet, a jó gyülekezet úgy működik, hogy mindenki adja a magáért a közösbe. És így tudjuk a Krisztus szeretetét a legjobban képviselni a világban. De ugye egyházmegyi szinten, egyházkerületi szinten, országos szinten ugyanaz érvényes. Egy darab gyülekezet nem tudja a Krisztus egész szeretetét képviselni, felmutatni a világban. Szükségünk van arra, hogy minden egyes gyülekezet a saját adottságával, a saját jellegzetességeivel, összefogva a többiekkel, megmutassa a Krisztust. Felmutassa a Krisztust, nem katolikus értelemben, hanem református értelemben. Hogy mi tudjuk, hogy még egy szekszárdi vagy egy paksi gyülekezet egyedül sem képes mind arra, amit a Krisztus kíván tőlünk. Össze kell fognunk ahhoz, hogy országos egyházként is megmutathassuk valójában, hogy mire küldött el bennünket az Úr Krisztus. És a közös munkához ugye kellenek közös irányelvek, és ezek a közös irányelvek le vannak fektetve, egyrészt a hitvallási írásainkban, másrészt az egyházi törvényekben, és ugye minden lelkész és minden presbiter ezekre az irányelvekre tett esküt. Ezért nem árt néha-néha felfrissíteni a tudásunkat, hogy mit is kell tennünk. Egyetlen református gyülekezet sem autonóm, vagy független. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy itt Tolna megyében az átlag gyülekezet mennyit kap. Segítséget, támogatást, tanácsot. Akár az egyház megyétől, akár az egyház kerülettől, akár a zsinattól. Egyetlen vidéki gyülekezet sem lehet autonóm, mert abba belebukunk. Csak a harmadik kifogás, az mindig a legszebb. Márko, higgyed el, nálunk nincsenek bonyolult ügyek. Két lehetőség van. Az egyik, nagyvárosi gyülekezet, ahol mindenki legalább 20 éve presbiter, hát mi már mindent tudunk. Hát nincsenek bonyolult ügyek, mi már mindent tudunk. Mindenki, ha 30 évesen lett presbiter, most is azok vagyunk, hát mi láttunk mindent, te mit tudsz nekünk még mondani? Vagy a másik, ugye a kisfalusi gyülekezet. Hát nálunk ugye egy istentisztelet van, másfél biblióra, három hitta, nem, nincsenek bonyolult ügyek, nem kell nekünk képzés. Ugye nagyon szerénynek hangzik, de ha egy kicsit belegondolunk, hogy mi az egyháznak dolga, miért küldött el bennünket az Úr Jézus? Hogy eljuttassuk az evangélium hírét minden emberhez, hogy minél többen Istenhez találjanak, hogy felmutassuk az Isten szeretetét kézzel fogható módon, hogy szeressünk minden embert, tegyünk jót minden emberrel, természetesen először is a testvérekkel, de ha még van tartalék, akkor mutassuk meg, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy mi abból a szeretetből még tovább is tudunk adni. Ha ebbe belegondolunk, akkor a gyülekezet minden ügye bonyolult. Ha szabad így mondanom, az egyház minden ügye emberileg nézve lehetetlen. Egy érveléssel sem tudunk senkit sem meggyőzni arról, hogy ő bűnös és szüksége van az Úr Jézusra. Ezt az Isten maga teszi meg, a Szent Lelke által, ahol elhangzik az ige. Hát arra meg talán még képesek vagyunk, hogy valakit olyan helyzetbe hozzunk, ahol elhangzik az ige, ha igyekszünk. Hogy olyan körülményeket teremtsük, ahol az illető jól érzi magát, és először lehet, hogy csak a jó teja és a sok pogácsa miatt jön vissza egy következő családi napra. Nem baj! A legrosszabb helyen van, amit el tud képzelni. Ha elhangzik az ige, fennforog a veszélye annak, hogy valamikor meg fog térni. Akkor is, hogyha nem, azért jön.
aki azt gondolja, hogy az egyházban nincsenek bonyolult ügyek, az még nem gondolta végig, hogy valójában mi a dolgunk. Ez csak így három kifogás. Ezekkel találkoztam. És ha nekem össze kéne foglalnom, hogy miért van szükség presbiter képzésre, akkor mit mondjak? Három dolgot tudok mondani, és ezek egymásra épülnek. Az első az, hogy az egyháznak különleges célja van. Egyrészt a gyülekezeti élettel meg kell mutatni, hogy milyen az a közösség, ahol Isten parancsolatai, Isten iránymutatói érvényesülnek. Másodszor el kell juttatni az evangéliumot mindenkihez, hogy ő is részese lehet ennek a közösségnek. Aztán kézzelfogható módon fel kell mutatni az Isten szeretetét a világban. Ahány módon csak tudjuk ezt megtenni. És talán még sorolhatunk. Ugye nem lehet két mondatban összefoglalni az egyház célkitűzését. És nem minden gyülekezet tud mindent megcsinálni. De az egyházon kívül ezekre a dolgokra senki sem képes. Helyettünk senki nem fogja az evangéliumot elvinni a pogányokhoz. Helyettünk senki sem fogja az Úr Jézust képviselni egy hitehagyott világban. És fordítva, az Úr Jézus éppen ezekre a dolgokra hozta létre az egyházat. Ha a gyülekezet ezt nem teszi meg, fennforog a veszély, hogy az Úr Jézus onnan elmozdítja a gyertyatartót. A Szentlélek megvilágító és éltető munkáját, hogy a jelenések könyvében olvasom. Én már láttam ilyen gyülekezetet, kedves testvéreim, Hollandiában, ahonnan az Úr Jézus elmozdította a gyertyatartót. Voltak alkalmak abban a gyülekezetben is, csak egy dolog hiányzott belőle, hogy az élet. És egy idő után még a hagyományos református ember is megérzi, hogy itt valami nem stimmel. Ugyanazokat a dolgokat csináljuk, de mégis valami hiányzik, és elkezdtek szivárogni az emberek más gyülekezetekbe. Az egyháznak különleges célja van, és a cél eléréséhez különleges vezetőkre van szükség. Olyan emberekre van szükség, akik irányítani tudják a gyülekezeti életet, hogy Esperes úr is mondta, és akik ezt példaadással tudják megtenni. Ez teljesen más, mint egy futballklubot irányítani, vagy akár egy művházat irányítani. Ez teljesen másfajta munka. Úgy foglaltam össze, hogy a presbiter egyszerre bojtár és vezérűrű. És ez mégsem képzavar érdekes módon. Bojtár, mert néha-néha az Úr Jézus mellé kell állnia, és irányt mutatni a makacsoknak. Hogy ne erre menjél, hanem arra. Az Úr Jézust kövessél. Ugye a bojtárnak botja van. Más helyzetekben pedig a nyáj élére kell állnia. És példaadással a jó irányba irányítani a nyájasokat. Mert van mind a kettőből a gyülekezetben az. A presbiter egyszerre bojtár is, akinek botja van, és vezérűrű, amelynek ugye a kolompja van. Kövess engem, én tudom az utat. És erre nem mindenki képes. Ezért nem is lehet mindenki presbiter. Ehhez külön elhívás kell. És ehhez külön kegyelem kell. Hogy Isten megtartson bennünket ebben a kettős szerepben. Ezért szükséges, hogy imádkozzunk magunkért és egymásért, mint presbiterek, mint gyülekezeti vezetők, hogy a helyünkön tudjunk megmaradni. És természetesen a harmadik része az érvnek, hogy miért kell presbiter képzés, a különleges vezetőnek különleges ismeretekre van szüksége. Ha egyszerre bojtár és vezérűrű, akkor mind a két területhez érteni kell. Az igazgatáshoz kell érteni, hogy hogyan alakítsuk az ügyeket,
a gyülekezetben, hogy az működjön, a Biblia és az egyház rendjének megfelelően, és hogyan kell a közösséget vezetni, tehát az emberekkel bánni. Szeretettel, az igazságot elmondva, a jó irányba vezetni az embereket. Mind a két területhez érteni kell, az igazgatáshoz és a közösség vezetéshez. És ezért a túloldalon próbáltam felvázolni egy képet arról, hogy minden presbiternek mit kell mindenképpen